Immár 10. alkalommal rendezik meg ezt a programsorozatot a Kossuth-díjas író szülővárosában. A kultúrát kedvelők így találkozhatnak az élő magyar irodalommal. Most érdekes előadások, beszélgetés és írás formájában hódolhatnak szenvedélyüknek. A PAD Egyesület tagjai minden ezzel kapcsolatos rendezvényt támogatnak, hogy a város ez iránt érdeklődő lakói is élvezhessék az irodalmi találkozókat. A kezdetektől mi ott vagyunk, már nagyon-nagyon régen elkezdtük pedzegetni, hogy összedől a mészőtanya, 20 éve, 20, nem tudom, nagyon régen volt, és akkor a város megvásárolta. Tehát a kezdetektől ott vagyunk a mésző kultusz építésében, ami szerintem méltatlan helyzetben volt. És aztán jöttek a rendezvények, a mészőnap. Az Egyesület szervezésében megvalósuló magasiskolában a résztvevők a mai magyar irodalom szereplőit is megismerhetik. Ismeretségünk révén nagyon sok mindenkit ide tudunk hozni, első szavunkra jönnek, örülnek, sőt, hát a várólista van a művészek között is lassan, hogy jöhessenek, mert hát azért az egy hét az korlátos délután, mert az oktatáson van a hangsúly, mert az íróakadémia. Délutáni program, a város is és a hallgatók is, akit csak szeretne, mint ez a megnyitó is egy nyilvános program. A mészőtanyán is tartanak összejövetelt, így az érdeklődőknek a színes lehetőségekkel tarkított táborban alkalmuk nyílik rá, hogy irodalommal és a szekszárdi borral is ismerkedjenek.